2020-ban kezdődött meg a Jókaimor Művelődési Központ energetikai korszerűsítése. Akkor egy Európai Uniós projekt keretében kicserélték a nyilászárókat, szigetelték a homlokzatokat és a födémet. Ezt követően idén nyáron újabb beruházás kezdődött, napelemeket szereltek a tetőre, most pedig hűtő-fűtő klímákkal látják el a helyiségeket. A beruházásnak az a lényege, hogy ebben az évben a színház épületnek a tetejére egy 50 kWh-s napelemrendszert telepítettek a kivitelezők, és ugye ezt akkor lehet igazán jól kihasználni, hogyha a fűtés-hűtési részt is elektromos berendezésekkel oldjuk meg, ahol erre lehetőség van. A Pápai Platán Nonprofit Kft. Ügyvezetése azt kérte tőlünk, hogy a napelemekre méretezve olyan hűtő-fűtő klímaberendezéseket helyezzünk el, különösen az épületnek a nyugati oldalán, amely a napsütésnek jobban kitett, amely nagymértékben segíti ezt a célt elérni. Itt 13 darab ilyen berendezést szerelnek föl a kivitelezők. A berendezéseket az emeleti terekben helyezik el. Aki ismeri ezt az épületet, az tudja, hogy tulajdonképpen az épületnek a nyugati oldalán ott nagyrészt irodák vannak, van egy kis tárgyaló, és van egy nagyobb előadóhelyiség, és van a nagy színházterem. A színházterem kivételével az emeleten mindegyik helyiségbe ilyen berendezést szerelnek. A napelemrendszerrel megtermelt áram képes arra, hogy valamennyi elektromos berendezést működtesse. Egészen meglepő, hogy az irodai berendezések milyen komoly áramfelvétellel rendelkeznek. Ezt korábban már megfigyeltük például a polgármesteri hivatalnál, vagy más olyan irodai épületeknél, ahol jelentős számú számítógép, fénymásoló, nyomtató, vagy ehhez hasonló elektronikus berendezés működik. Tehát, hogyha úgy nézzük, hogy a fűtő-hűtő klímákon kívül még milyen berendezések vannak, akkor ezek nyilván egy irodában természetesen előfordulnak, és tekintve, hogy itt több iroda is található, ezek a berendezések együttesen a megtermelt energiának vagy áramnak nagy részét fel is fogják tudni használni. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor csökkenhet a fűtési költség. Így van, hiszen a fűtő-hűtő klímák azt is jelentik, hogy abban az időszakban, mint például most, nincs nagyon hideg odakint, az épület pedig jól hőszigetelt, lehetővé válik az is, hogy akár a gázkazán működtetése nélkül ezeket az irodákat megfelelően fel is fűtsük velük, és azokat a helyiségeket, amelyeket időlegesen nem használunk, ott nyilván nem működtetjük ezeket a berendezéseket, de ha egy időben több helyen is szükség van erre, akkor mindenütt lehet tulajdonképpen egyedi fűtéssel bemelegíteni ezeket a tárgyalókat és az irodahelyiségeket. A megtakarítás mértékére készültek előzetes számítások, biztos, hogy nagyon jelentős lesz, de természetesen az első tapasztalati év után lesznek csak pontos számadatok. Hát ugye ez nagy mértékben függ az időjárástól például, hogy mennyi az, amit a napelemrendszer megtermel. Nagy mértékben függ attól is, hogy milyen kapacitással is hogy tud működni maga az épület. Tehát, hogy a téli időszakban például a Pápai Platán Nonprofit Kft.-nek hány munkatársa dolgozik mondjuk ebben az épületben, mert akkor ez akár meg is többszöröződhet. Tehát én azt gondolom, hogy mindenféleképpen bizonyíthatóan jelentős megtakarítással fog járni, de egy tapasztalati évet kellene megvárni, és annak az évnek megnézni az áramszámláit, hogy tulajdonképpen hol is tartunk benne. Az egészen biztos, hogy ez nagyon jelentős megtakarítás lesz a Nonprofit Kft. Érdekében. A JMK színház épületén túl más önkormányzati intézményeknél is zajlott, és még fog zajlani energetikai fejlesztés, hiszen az idei évben ezek a beruházások élveztek prioritást, emlékeztetett Rádi Róbert. Például a 4 központi óvoda vagy nagy óvodának a napelemmel történő ellátása. Ezek olyan beavatkozások, ahol a jelenlegi fogyasztást alapul véve korábban megkért engedélyek alapján telepítünk napelemet, ami a későbbi felújítással együtt fog majd kiteljesedni. Ott is meg lesznek még az idén a munkálatok? A munkálatok azok az idei kötelezettségvállalással január 31-ig fognak befejeződni, és ez összhangban van azzal az EON elvárással, hogy meddig kell készre jelentenünk
a beruházás, tehát meddig van az, amíg a szaldó elszámolás megtartása mellett ezeknek a napelemeknek a felszerelésével elérjük, hogy tulajdonképpen az évi egyszeri leolvasással egy nagyon kedvező energetikai ellátása legyen az épületeknek. A JMK-nál végzett komplex beavatkozás 13 millió forintba kerül, de összesen több mint 120 millió forintot különített el az önkormányzat szeptemberben energetikai beruházásokra.